Elindult a nappali mezőgazdasági mérnökképzés Szarvason. Lilában ragyogott az Almási kastély, a koraszülöttek világnapjára hívták fel a figyelmet. Az év legnagyobb élelmiszergyűjtő akciója, közel 800 kiló adomány gyűlt össze Békés Csabán. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Pénteken délelőtt tartották a Foglalkoztatási Paktum Békés megyében elnevezésű projekt záró rendezvényét. A Békés vármegyei önkormányzat és a Békés vármegyei kormányhivatal együttműködésében megvalósuló pályázat a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiaci integrációját tűzte ki célul. A projekt 2016 és 2023 között 3,8 milliárd forintból valósult meg, ismertette a Békés vármegyei kormányhivatal, foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztály főosztályvezetője. 3,8 milliárd forintos végső forrást tudtunk felhasználni, aminek a 75%-át a hátrányos helyzetű álláskeresőkre fordítottuk, több mint 3000 főt vontunk be ebbe a programba, akiből 2000 főnél több álláshoz jutott a program segítségével. Békés vármegye önkormányzatának elnöke arról beszélt, hogy 2023 második fél évének adatai szerint 10.524 regisztrált munkanélkülit tartanak számon a vármegyében, amely az elmúlt 13 évet tekintve a legalacsonyabb érték. Pályázatunk 2016-ban indult el, és ahhoz képest is azt gondolom, amikor 12.400 körüli volt a regisztrált álláskeresők száma, egy 2000-es csökkenés sikerült elérni az elmúlt években. Biztos vagyok benne, hogy ez a program hozzá tudott járulni, hiszen több mint 3000 fő bevonásával sikerült különböző képzéseket, munkaerőpiacon való elhelyezkedést segítő bértámogatásokat és számtalan más mindent nyújtani azoknak, akik ebben a programban részt vettek. Az eseményen elhangzott, hogy a felek tovább folytatják az elkezdett munkát. A foglalkoztatási paktum a TOP Plus révén elnyert mintegy 4,2 milliárd forintból folytatódik a 2021-2027 közötti uniós fejlesztési ciklusban. A szarvasi képzés fejlesztési lehetőségei és helyszínen lévő beruházások kapcsán tartottak sajtótájékoztatót a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem szarvasi kampuszán pénteken. Az eseményen elhangzott, hogy az intézmény egyik legnagyobb eredménye a nappali mezőgazdasági mérnök alapképzés elindítása. A szarvasi kampuszt több mint 1 milliárd forintból fejlesztik, bővítik, amely a kutatás és oktatás infrastruktúrális háttereként szolgál. Békés vármegye főispánja kiemelte, a kormányhivatal hatóságként mindig is kiállt az agrárium és annak fejlesztése mellett. Élelmiszerbiztonság, állategészségügyi kérdések, két agrárfőosztályunk, az egyik az agrárvidékfejlesztési kérdéseket kezeli, a másik növényvédelmi kérdésekkel, a halászattal, a vadászattal, a földhivatali kérdések, ezer szállal kapcsolódunk ehhez a megyéhez, ennek a fejlesztéséhez, nem a kutatásokhoz, fejlesztésekhez, ezért is hoztuk létre a Békés vármegyei kormányhivatal tudományos tanácsát, amelyben szerepel a matérnek a képviselete. Egy város életét és fejlődését nagyban befolyásolja a felső oktatás jelenléte, hangsúlyozta a térség országgyűlési képviselője. Békés megyében hangsúlyos a mezőgazdaság, nagyon fontos az utánpótlás, az agrárszakemberek utánpótlásának a képzése. Ezt megoldhatja az újrainduló nappali képzés itt Szarvason. A MATA a vidék népesség megtartó képességének növelését és az agrárszakember utánpótlás biztosítását tűzte ki célul. Sikerült újraindítani a nappali rendszerű felsőfokú képzést itt Szarvason. Mezőgazdasági mérnököket képezünk, de ezen túlmenően továbbra is képezzük a szakirányú továbbképzés keretében a vetőmaggazdálkodási szakmérnököket, vízgazdálkodási szakmérnököket, hallgazdálkodási szakmérnököket. Új képzést indítottunk, a növényvédelmi drónpilóta képzést, amely már második évadát éli, meg második évfolyamot indítottuk el, és hamarosan kapnak oklevelet.
Az egyetem célja, hogy az Annaligetben 2030-ig kiépítse azt az infrastruktúrát, amely az itteni képzés és kutatás hátterének biztosításához szükséges. A Magyar Gyermeknőgyógyászati Társaság 42. kongresszusát rendezték meg a gyulai Vigadóban pénteken. Az eseményen a hazai gyermeknőgyógyász szakma képviselői többek között a terület legújabb kutatási eredményeivel, a különböző betegségek, elváltozások diagnosztikájával, kezelésével és megelőzésével ismerkedhettek meg, valamint ezekről folytattak szakmai vitát. Az esemény főszervezője, a Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság alelnöke elmondta, hogy 2011-ben önálló szervezetként éppen Gyulán alakult meg a társaság, az akkori hazai nőgyógyász társaság szekciójából. A szakemberek azóta több alkalommal találkoztak a békési fürdővárosban. A történelmi hagyományt és azokat az országosan elismertséget tudjuk hozni, és a jelentkezők száma is ezt bizonyítja, hogy az ország különböző részéről igen sokan eljöttek, és nagyon lényeges témák kerülnek megvitatásra, hisz a gyermeknőgyászat az a megszületéstől a 18 éves életkorig terjedő időszakot öleli magával. A kongresszus helyi védnökeként az esemény megnyitóján Gyula polgármestere köszöntötte a gyermeknőgyógyászokat. Magyarországon ez az egyetlen olyan nem megyeszékhely, amelynek területén működik a Vármegyei Központi Kórház. Ebből adódóan számos lehetőséget biztosít ez a pozíció városunknak, amelynek a szinergikus hatásai a kölcsönös előnyös együttműködés jegyében mind a turizmus, mind pedig a kultúra területén megnyilvánulnak, hiszen a tudományos élet a kultúrának az egyik jelentős része, és a kórháznak köszönhetően élénk a tudományos élet. A polgármester hozzátette, hogy az önkormányzat munkatársai a helyszín biztosításával és a rendezvény megszervezésével is segítették a konferencia létrejöttét. November 17-én a koraszülöttek világnapján ismét lila fényben ragyogott az Almási kastély. Az eseménnyel a szervezők, a koraszülöttek mentésében résztvevők, az egészségügyi dolgozók, a szülők és nem utolsó sorban a koraszülött gyermekek hősies küzdelmére hívták fel a figyelmet. A koraszülöttek világnapján számos korán érkezett gyermek és családjaik vettek részt a gyulai Almási kastély előtt rendezett programon, a rossz idő ellenére is. Mint mondták, fontos, hogy így is kifejezzék a hálájukat azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik életük egyik legnehezebb, ugyanakkor legszebb időszakában segítettek nekik. Víg Cintia egyik gyermeke terhességi toxémia miatt érkezett hamarabb, sürgősségit császármetszéssel. Nagyon nagy pánik volt, ezt még szerintem a mai napig amúgy nem tudom feldolgozni valahol. A másik része pedig rettentően hálás voltam Abdul doktor úrnak és mindenkinek, aki ott volt, mert nagyon segítő kezek voltak, és tudtam, hogy jó kezekben vagyunk. Az 5. éve megrendezett eseményen a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd kiemelte a korababák és a szülők hősies küzdelmét. Emellett elmondta, hogy a Békés Vármegyei emberek összefogásából működő koraszülött mentővel az elmúlt 5 évben eddig közel 1000 gyermeken segítettek. Évek óta a koraszülöttség incidenciája nem változik, minden 10. 11. gyermek korábban érkezik. A másik az, hogy lila színbe öltöztetjük a gyulai Almási kastélyt, a reményt, a hitet, remény a gyógyulásba és a hit a gyógyulásba. A másik az, hogy felhívjuk a figyelmet, milyen küzdelmet folytattak a koraszülöttet nevelő családok, illetve az egészségügyi dolgozók, a nővérek, az orvosok, milyen munka folyik, úgyhogy nagyon fontos eseménynek tekintem. Idén először egy érzékenyítő programot is elindítottak a világnapon, amelybe a gyulai óvodásokat, óvodapedagógusokat és szülőket vonták be, tette hozzá az alapítvány kuratóriumi elnöke. Emellett a péntek délutáni eseményen adták át azt a 120 babatakarót, 64 babasapkát és 15 játékot, amelyet a gyulavári kézimunka szakkör ajánlott fel a koraszülött osztály pici hőseinek.
Péntektől vasárnapig adventi élelmiszergyűjtő akciót tartott a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az ország 153 településén, 356 áruházban összesen 6500 önkéntes gyűjtötte a felajánlásokat, melyeket Békés Csabán is át lehetett adni a szervezet munkatársainak. Az Élelmiszerbank 2006 óta szervez karácsonyi tartós élelmiszergyűjtő kampányt. Az adományokat az Élelmiszerbank zöld mellényt viselő önkénteseinél lehetett leadni a kasszák közelében kijelölt gyűjtőpontokon. A Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium már nem először működött együtt a Mentálhigiénés Egyesülettel a gyűjtésben. Igazából már többször volt alkalmam Sanyival elmenni rászoruló családokhoz átadni ezeket az adományokat, és nagyon jó érzés volt látni, hogy ezek mennyit segítenek, és hogyha ezzel, hogy én itt jövök segíteni, gyűjteni, ehhez hozzá tudok járulni, akkor az engem nagyon jó érzéssel tölt el, hogy segíteni tudok nekik. A Békési Mentálhigiénés Egyesület intézményvezetője hangsúlyozta, hogy bizalommal tölti el a gimnázium egyöntetű segítőkészsége. A Mentálhigiénés Egyesület Békés megyében 16 településen van jelen. Mostani számításaink szerint nagyjából 380 szemét támogatunk, illetve segítünk. Úgyhogy nagyon nagy segítség az, hogyha most ebben a három napban minél több élelmiszer össze tud gyűlni, hiszen ezek kiosztásra kerülnek még karácsony előtt, és ezért fontos, hogy még karácsony előtt, hogy lássák azt a családok, hogy mi az, amire már nincsen szükség. A három napig tartó gyűjtésen 22 önkéntessel, a Mentálhigiénés Egyesület vezetésével közel 800 kiló száraz élelmiszer gyűlt össze. December 3-án nyitja meg kapuit a Békés Csabai karácsonyi vásár. A szervezők 4 héten keresztül várják a kikapcsolódni és vásárolni vágyókat a megyeszékhely főterén. A vásár megépítését ugyan még nem kezdték el, de a tervezés utómunkálatai már zajlanak. Egy erő hatnál. Ünnepi hangulat, kultúra és érték, új látványelemek, minőségi ételek, forralt bor és tea. Mindez megtalálható lesz a családok számára az idei csabai adventben a Szent István téren. A városvezetés mindent elkövetett annak érdekében, hogy idén jóval több minden legyen elérhető a kilátogatók számára. Csabai advent látványvilága évről évre bővül, épül, szépül, és ez idén sem lesz másként, hiszen újabb elemekkel gazdagodik majd a tér. A tavaly nagyon népszerű karusszel körhinta mellé most elárulom, hogy kisvasút is párosul majd, amit térítésmentesen használhatnak majd a gyerekek, családok. Maguk a programok azok december 3-án advent első vasárnapján kezdődnek a hagyományos Békés Csabai gyertyagyújtással. Az alpolgármester hozzátette, hogy az ünnepi rendezvénysorozathoz a helyi iskolák és óvodák, valamint a környező civil szervezetek és kulturális intézmények is csatlakoztak. Idén a karácsonyi vásárba minden nap számíthatnak valamilyen programra az érdeklődők, amire érdemes kilátogatni. Illetve a városvezetés vendégelőadókat is meghívott, akik a Szent István téren fognak fellépni. Bővebb információt az előttünk álló karácsonyi vásár sajtótájékoztatója után adunk majd. A 7.tv híradóját Csifári Zsuzsanna tudósította. Sporttal folytatjuk. A 4. helyen álló Hódmezővásárhely FC otthonában folytatta szereplését a listavezető Békés Csaba 1912 előre a labdarúgó MB3 délkeleti csoportjában. Az első fél időben a sárga-kékmezes hazai csapat alakított ki több helyzetet. A 35. percben Hegedűs Martin szögletéből a kapufát találta el. A 42. percben ismét szögletből veszélyeztetett a Vásárhely, amikor Stefan Vladul fejesét fogta a csabai kapus. A Békés Csabaiak ugyan kevés helyzetet alakítottak ki a mérkőzésen, a végén mégis a lilák örülhettek. A 93. percben két cserejátékos döntötte el a meccset. Mihály Bálint beadását Vólet Roland lőtte a hálóba, ezzel kialakítva az 1-0-ás végeredményt. Az előre a győzelmével már 7 pont előnnyel 43 egységgel vezeti a tabellát.
12 pontos vereséggel folytatta szereplését a Békés Csabai KK a férfi kosárlabda NB1B zöld csoportjában vasárnap este. A csabai kosárlabdázók a Paksi Atomerőmű ESE U23-as csapatát fogadták hazai környezetben. Az összecsapás a vendégek 99-87-es sikerével zárult. A sötétmezes paksiak kezdték jobban a vasárnapi összecsapást. A vendégek az első negyedet követően 23-15-ös előnyt építettek ki. A második 10 percben is az atomerőmű ESE dominálta a játékot. A vendégcsapat tagjai 30 pontot dobtak a negyedben, így a félidő végére magabiztos 53-34-es vezetésre tettek szert. A fordulást követően Vuk Pavlovics csapata csak a negyedik negyedben tudott faragni hátrányából. A paksi együttes végül 99-87-es győzelmet aratott a Békés Csaba otthonában. Aki ma kilátogatott, látta, hogy ezek a fiúk kiteszik szívüket, lelküket a pályára, küzdenek egymásért, nyilván voltak nagyon jó egyéni teljesítmények, de nem szeretnék senkit külön kiemelni, mert csapatként szerintem maximálisan jól funkcionáltuk. A paksiak győzelmükkel felléptek a tabella 5. helyére, míg a Békés Csaba vereségével a 11. pozíciót foglalja el az NB1B zöld csoportjában. Sokat kell még fejlesztenünk a taktikai részén a játékunknak. Olyan szituációkba kergetett minket bele az atomerőmű, amikre nem voltunk felkészülve, illetve nem találtuk a megoldást, illetve fizikumban is fel kell kicsit turbozni a csapatot, hogyha ilyen gyors sebesség, mert az atomerőmű csapat az egyik leggyorsabban játszó csapat a bajnokságban. Nekünk ehhez is tudni kell alkalmazkodni, kicsit fel fogjuk turbozni az edzéseinket. Bízom benne, hogy a csapat, most megbeszéltük az öltözőben, hogy nem esik a munkamorál, hajtani fogunk tovább, és készülünk tovább a következő mérkőzéseinkre. A Békés Csabai KK legközelebb szombaton 17 órától folytatja a bajnokságot, amikor a negyedik helyezett Győr együttesét fogadja hazai pályán. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, majd maradjanak továbbra is a 8 éves 7.tv-vel. Viszontlátásra!